Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Fejlődhet a turizmus. Gyula is szerepel az ország 11 turisztikai régiója között. Fokozódik a bizonytalanság. Célzott segítséget várnak a kis és középvállalkozók. Két új beteg Békésben. A megyei fertőzöttek csak nem egyharmada Tóth Komlósi. Az őszi évadra készülnek. Október 1-én kezdődik a Várszínház kamaratermi szezonja. Sport és esélyegyenlőség. Az elfogadás jegyében rendezett programot a megyei SM Egyesület. Nagy lehetőségeket tartogat Gyula és Békés Csaba számára, hogy együtt szerepelnek az ország 11 turisztikai térsége között. A jövőben ugyanis komoly fejlesztési forrásokra tarthat igényt a két település. Gyulán a fürdő további korszerűsítése mellett a Szigeterőd program első ütemét valósítanák meg. Ez a nap híre. 11 önálló turisztikai térséget hoztak létre Magyarországon. Ezek közül az egyik Gyula és térsége néven szűkebb pátriánkat foglalja magába. Ebbe a Délalföld idegenforgalmi központjának nevezhető Gyula mellett Békés Csaba tartozik. Egy nagyon komoly koncepcióváltásnak egy újabb megjelenítése a kormány részéről, az állam részéről. Mérföldkőként beszélt a kormány döntéséről Görgényi Ernő gyulai polgármester, aki hangsúlyozta, a turisztikai térségek létrehozása koncepcióváltást jelent, ennek pedig Gyula a nyertese lehet. Mindez azt is jelenti, hogy immár országos érdek fűződik az itteni fejlesztések megvalósításához. A rendszerváltozás után évtizedekben az volt jellemző, hogy politikai alkukon múlott az, hogy turisztikai fejlesztések hol történnek, ezért nagyon sok olyan területen, olyan településen is történtek, sokszor jelentős költséges turisztikai fejlesztések, ahova egyébként se a kedves nézők, se mi nem szeretnénk elutazni, mert nincs semmi látnivaló. De ezek a pénzek ott befektetésre kerültek, és nem térültek meg. Koncepcióváltás lényege, hogy az állam oda szeretné koncentrálni az erőforrásokat, ahol van látnivaló, van attrakció, van érdemi turizmus, ahova valamennyien szívesen elmegyünk kikapcsolódni. A polgármester elmondta, határozott terveik vannak a következő évek fejlesztéseivel kapcsolatban. A Várfürdő további korszerűsítése mellett, mely ügyben egyébként idén ősszel további fejlemények várhatók, fejlesztenék az élővíz csatornát, a 100 éves cukrászdát, az egyik fő elem pedig a Szigeterőd program lenne, ez utóbbi összetettsége okán több ütemre bontva. A vár kiállításának átfogó felújítása, korszerűsítése nagyon fontos. Kisebb-nagyobb állagvédelmi munkálatok elvégzése a vár épületén nagyon fontos, és meg kellene teremtenünk a lehetőségét annak, hogy a meder rekonstrukciót végrehajtsuk majd, amelyhez viszont a vár mögötti telkek egy részének a kisajátítására is szükség lesz. Ezek azok az első lépések, amelyeket mindenképpen meg kell, tegyünk, aztán majd meglátjuk, hogy az anyagiak mit engednek meg. A turisztikai térségek első körben kialakíthatják arculatukat, elkészíthetik fejlesztési stratégiájukat, meghatározhatják a piaci pozícióikat. Mindehhez egy uniós projekt révén 4 milliárd forintot vehetnek igénybe. Egy hónapja még mindenki optimista volt, ma már elég nagy a bizonytalanság a jövőt illetően a megyei vállalkozók körében. Mindezt Nagy Mihály László, a VOSZ megyei elnöke mondta, aki szerint célzott támogatással kellene segíteni az ágazat szereplőit. Erősen megsínlik a kisvállalkozók a járvány miatt kialakult recessziót. Ráadásul a multicégek visszafogottsága rájuk is hatással van, mondta érdeklődésünkre a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Békés megyei elnöke. Nagy Mihály László arról beszélt, hogy a megye gazdasági teljesítményére milyen hatással lehet a vírus. Úgy fogalmazott, a hangulat közel sem optimista, noha egy hónapja még a vállalkozók többsége bizakodó volt. Csináltam egy gyors körkérdést, 10 vállalkozóval beszéltem az elmúlt egy órában. Az derült ki, hogy az építőiparban egy enyhe lejtőt jeleznek, a kereskedelemben egy nagyon fogcsikorgató stagnálást jeleznek. Azt tapasztalom egy furcsa nézőponton keresztül, hogy a vaskereskedések mutató számai eladott tonna mennyiségei alapján kevesebb vasat vásárolnak a kisvállalkozók. Tételesen is megnéztem ma egyik partnercégnél, ami annak a következménye, hogy ugyan nincsen sajtóba közétéve, a nagy multiknak a megrendelés állománya csökken, ergo a beszállítók sem rendelnek annyit. A VOSZ megyei elnöke kifejtette,
A gazdasági nehézségek alapvetően globális jellegűek, vagyis ezek eredője nem helyben található, így nehéz védekezni is, ugyanakkor a hazai mikro, kis és középvállalkozások vonatkozásában még intenzívebb, specifikus támogatásra lehet szükség. Én optimistán szeretném ezt mondani, és gondolni is, hogy nem lesz visszaesés, de minden részletét nem látjuk. Nem itt a Békés megye határánál, nem a Dunánál dől ez el, hanem nemzetközi piacnak a hatásait nem tudjuk lekövetni most. Tehát én egy óvatos megfigyelő álláspontra helyezkedem. A szervezet mindig évvégén rendezi meg a Prima Gálát, melyen három a maga területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyt vagy szervezetet díjaznak 1-1 millió forinttal. A november 20-ai eseménynek idén Gyula adna otthont. A szervezők azt szeretnék, ha a programot nem kellene elhalasztani. Újabb kettővel 90-re emelkedett a koronavírus fertőzöttek száma Békés megyében. Az itteni betegek majdnem egyharmada tótkomlósi. A keddi 88-ról szerdára 90-re nőtt az új koronavírus fertőzésben szenvedők száma Békés megyében, a kormányzati tájékoztató oldal legfrissebb adatai alapján. A hatóságok keddig 29 esetet tartottak nyilván Tótkomlóson, tehát a fertőzöttek mintegy harmada a délbékési kisvárosban található. Vasárnap az egyik idős otthon dolgozója is pozitív tesztet produkált, a kontaktok vizsgálata jelenleg is zajlik. Szerdára országosan 581 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a betegséget, ezzel 14.460 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 8 krónikus beteg, így az elhunytak száma összesen 654 fő, 4153-an pedig már meggyógyultak. Minden nehézség ellenére sikeres volt a Gyulai Várszínház idei nyári évada, hangsúlyozta Elek Tibor igazgató a három témában. Az őszi évad jelenállás szerint megrendezhető, így októbertől újra várják a színházbarátokat. Talán a Gyulai Várszínház történetének is az egyik legsikeresebb, legeredményesebb évada volt az idei. A visszajelzések alapján a Gyulai Várszínház történetének egyik legsikeresebb évada volt az 57. nyári évad. Hangzott el a három téma című műsorunkban, ahol Elek Tibor igazgató értékelte az elmúlt hónapok munkáját. A 2020-as évad során összesen 44 programból választhattak az érdeklődők, a legnépszerűbb előadásokra rendszerint gyorsan fogytak a belépők, és több teltházas előadást rendeztek meg a nyáron. A Gyulai Várszínháznál a szervezést idén megnehezítette a koronavírus járvány, emiatt több határon túli társulat produkciója elmaradt. Az akadályokat vagy nehézségeket leküzdve egy nagyon gazdag, sokszínű, sokműfajú, nagyon tartalmas, különböző nézői igényeket, réteg igényeket, de széleskörű közönség igényeket is kielégítő összművészeti fesztivál programot tudtunk megvalósítani, amiben helyet kapott mindaz, ami hagyományosan a Gyulai Várszínházat az előző évtizedekben jellemezte. A teátrumnál már elkezdtek készülni az őszi kamaratermi évadra, hiszen a jelenlegi döntések értelmében megtarthatók lesznek a programok. Amennyiben ez nem változik, úgy október 1-én elkezdődnek az előadások, folytatta Elek Tibor az őszi tervekkel. Az első csütörtöki napon egy Harag György emlékkiállítással indul a programsorozat. Az eseményhez konferencia előadás és egy dokumentumfilm vetítése kapcsolódik. Ha csak nem hoznak olyan szabályozásokat, amelyek megtiltják az előadások megtartását, akkor mi ősszel október 1-től december közepéig hetente egy alkalommal átlagban várjuk a nézőinket, hasonlóan sokszínű, sokoldalú, sok műfajú előadásokkal, mint a nyáron, de természetesen kicsiben mondhatnám kamaratermi körülmények között. Az őszi évad során elsősorban a vendégek egészségének a megőrzésére törekednek az események során, ezért mindenkitől kérni fogják a szabályok betartását, valamint kötelezővé fogják tenni a szájmaszk használatát is. Az előttünk álló kamaratermi évad programjait Elek Tibor igazgató részletesen is bemutatja a híradó után a három téma című műsorunkban. Egészséges és fogyatékkal élő emberek sportolhattak együtt kedd délután az egykori 48-as klub udvarán.
Az esemény nem csak az egymás iránti tolerancia és az elfogadás fontosságára hívta fel a figyelmet, hanem arra is, hogy a sport közelebb hozza egymáshoz az embereket. Darts, asztali tenisz és snooker bajnokság várta az érdeklődőket a gyulai esélyegyenlőségi sportnapon. Az egykori 48-as klub udvarán együtt mozoghattak fogyatékkal élők, sérültek és egészségesek. A programot a Békés megyei Szklerózis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete rendezte meg, mégpedig úgy, hogy az egyes helyszíneken tartható legyen a járványügyi szempontból lényeges szociális távolság. Egy pályázat sikeres elbírálása után megkaptuk a lehetőséget, hogy integrált sportnapot tartsunk. Ennek azért is nagyon örülünk, mert a sérült fiatalok és az épp egészséges fiatalokat is szeretnénk együtt sportoltatni, amire ugye itt nagy lehetőség is van, hiszen itt fog a bowlingpálya is megépülni, és már most ez egy előszobája annak, hogy különböző sportokat is tudjunk majd itt ezen a épületben hasznosan kialakítani. Ezeken a képeken az a terem látható, ahol hamarosan 4 bowlingpályát építenek. A tervek szerint itt nem csak az SM Egyesület tagjai számára biztosítanának sportolási, kikapcsolódási lehetőséget, hanem más civil szervezetek számára is nyitott lenne a pálya, illetve sportversenyeket is terveznek sajátos nevelési igényű fiataloknak. A projektünk az első lépéseknél tart, hiszen már sikerült a termet festés szempontjából előkészíteni, és a kivitelező hamarosan megkezdi a pálya építését. Az első fázis az október 16-án kerül sorra, és akkor 2 hónap múlva pedig magát a pályát fogják lerakni, és március közepére ígérte a kivitelező, hogy üzemképes lesz. 1 hónap próbaidő fog lenni, és akkor utána nagyon bízunk abban, hogy ezt a bowlingpályát fel tudjuk avatni. A kedd délutáni esemény a mozgás és a kikapcsolódás mellett azt is szolgálta, hogy a megjelentek az esélyegyenlőség jegyében sportoljanak, illetve elősegítette a különböző szervezetek kapcsolatépítését, hiszen a rendezvény során több más egyesület is képviseltette magát. Jó eredménnyel zárta a nyarat a gyulai várfürdő. Rövid hírek következnek. A körülményekhez képest jó eredménnyel zárta a nyarat a gyulai várfürdő, igaz a főszezon 2020-ban csak július közepétől indult be. A legtöbb vendég eddig július 20-a és augusztus vége között érkezett a fürdőbe, ugyanakkor sokan még szeptemberre tervezték utazásukat. Ebben az évben a megszokotthoz képest jóval több belföldi vendég érkezett Gyulára, és sokan először jártak a fürdővárosban. 2020-ban a kényszerű leállást követően május 30-án nyitott újra a várfürdő, ekkor azonban még csak korlátozott szolgáltatással. A teljes körű működésre majd csak június közepétől nyílt lehetőség. Az utószezonban szeptember közepén még mindig jó idő van, aki pedig teheti, még kihasználja a nyárias forróságot. Az iskolai úszásórák jelenleg szünetelnek, a napokban azonban elindult a felnőttek részére az ingyenes úszásoktatás kurzus. Az oktatók minden hétköznap 9 és 10 órakor várják a gyulai várfürdő vendégeit. 85-ről 88-ra emelkedett térségünkben az új koronavírus fertőzöttek száma, derült ki a kormányzati tájékoztató oldal legfrissebb adatai alapján. Az országos trend alapvetően nem változott. Kedre újabb 726 megbetegedésről tudunk. Ehhez képest Békés szinte fehér foltnak számít a térképen. Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a vírus a közösségekben terjed. A kormány célja az, hogy az ország működő képességét megtartsuk, és ne hagyjuk, hogy a vírus megbénítsa a mindennapokat. Ezért a már érvényben lévő és könnyen betartható általános szabályoknak most még nagyobb a jelentősége. Azt kérik, hogy az üzletekben és a tömegközlekedésen a kötelező maszkviselés szabályait mindenki tartsa be. Simonyi Imre József Attila díjas költő 1920. szeptember 14-én született Simonyi falván. Az író életében fontos szerepet játszott Gyula városa, ahogy ő fogalmazott, Gyula az itthon, Simonyi falva az otthon. Hétfő délután, születésének 100. évfordulóján a költő szobránál emlékeztek. Az eseményen a város önkormányzata nevében Görgény Ernő polgármester és Kónya István alpolgármester helyezte el a koszorút, majd ezt követően Dézsi János könyvtárigazgató és Magyari Barna költő, újságíró következett. A költő születésének 100. évfordulója nem telt el Simonyi vers nélkül.
egyik költeményét Szák Judit Ágnes adta elő a megemlékezés helyszínén. Simonyi Imre szobránál személyes történeteket is hallhattak a jelenlévők, Magyari Barna egykor baráti viszonyt ápolt az íróval. Úgy fogalmazott, hogy Simonyi Imre már fiatalon öntörvényű volt, véleményét mindig őszintén nyilvánította ki. A megemlékezést követően a Magyarorsi János könyvtárban folytatódott a program, ahol szintén személyes történeteken keresztül ismerhettük meg Simonyi Imrét. A József Attila díjas költőt 1991-ben Gyula díszpolgárává választották, 1994-ben halt meg Gyulán, a Szentháromság temetőben temették el. A Magyar Napfizikai Alapítvány 9 előadással kedveskedik a nap és a világűr iránt érdeklődőknek a hónap utolsó hétvégéjén. A csillagászat jelenleg nagy népszerűségnek örvend, hiszen számtalan jelenség, fizikai-kémiai ismeretanyag, égitest vár még felfedezésre. Bár ez az emberiség egyik legrégebbi tudománya, a szaktudás meglehetősen hiányos, mely fokozottan igaz a napfizikára. Éppen ezen szeretnének változtatni a Magyar Napfizikai Alapítvány hazai szakértői. Szeptember 26-án és 27-én az érdeklődők hallhatnak például a csillagok életéről és haláláról, vagy a nap mindennapi életünkre gyakorolt hatásáról. Azoknak sem kell aggódniuk, akik a tudományt, a napfizikát inkább a gyakorlati oldalról szeretnék megközelíteni, hiszen a két nap során délben megfigyelhetik a napot, este pedig többek között a Jupitert és annak holdjait a speciális távcsövek és szakemberek segítségével, de arra is felkészültek, ha nem lesz tiszta az égbolt. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a hazai napfizikai kutatásokra, hogy nemzetközi viszonylatban is elismert kutatóközponttá váljon az űridőjárás terén. Ennek részeként zajlik a Gyulai Megfigyelőközpont felújítása, bővítése. A víztorony tetején lévő obszervatóriumban például már elhelyezték a nap megfigyelésére alkalmas távcsövet. A jövő hétvégi program csupán előfutára lehet egy további együttműködésnek, és annak, hogy Gyula is nemzetközi csillagászati eseményeknek adjon otthont a jövőben. Az elmúlt hétvégén a szigetvári Zrínyi napokon járt a Kerecsényi László IS Egyesület csapata, ahol a 16. századi várjátékon vettek részt. A gárda másik része viszont tégláson képviselte Gyulát a városok közötti IS versenyen. A maga nemében egyedülálló viadalon az Egyesület immár második alkalommal vett részt. A verseny során az íjászok egy-egy települést képviseltek, ötfős csapatukkal. Az íjászok a közös győzelemért szálltak harcba, a legjobb íjászok városa cím eléréséért, valamint a dicsőségért. Az eseményen kiemelkedő szerepet kapott a korhűség, a szellemi felkészülés, a csapatmunka, valamint a harci jellegű célok. A Gyulai Egyesület a 40 csapatból a 11. helyen zárta a megmérettetést. A Gyulai IASZ Egyesület tagjai rendszeresen gyakorolnak. A járványügyi helyzet a tréningeket nem, viszont a versenyeket erősen befolyásolta. Lovász Tamás elmondta, a tervek szerint októberben ismét szeretnének rendezni egy gyulai várbajnoka eseményt. Hasonlóan az előzőhöz, a bástyák közül fognak lőni az íjászok különböző célokra. A rendezvényre maximum 10-15 csapat jelentkezését várják a szervezők. 50 milliárd forintból újulhatnak meg az állattartó telepek. Lapszemle következik. Koronavírusos lett egy diák az Andrásiban. Két hétre karanténba, hivatalosan járványügyi megfigyelés alá került egy egész osztály a Békés Csabai Andrássy Gyula gimnáziumban, írta a Beol. Egy diákról kedd este derült ki, hogy koronavírus fertőzött. A fiú egyébként múlt hét szerdán volt legutóbb suliban, és onnantól kell számítani a két hetet, amiből tehát egy hét már le is telt. Megújulhat az ágazat. 50 milliárd forintból fejlődhetnek az állattartó telepek, írta az Orosz Café. A támogatási kérelmeket október 1-ével lehet benyújtani. Részfúvós zene a Várkertben. A Litus részfúvós kvintet ad koncertet péntek délután a Várkertben a térzene program következő eseményén, írta a Gyula Kult. Az együttes nevét egy etruszk eredetű tölcséres fúvókájú hangszer adja, amely egy hosszú, egyenes, hengeres csőből áll. Felmérés az oktatásról. Tanulmány készült Romániában a hátrányos helyzetű gyerekek online oktatási nehézségeiről, írta a Magyar Kurír. A legtöbb hátrányos helyzetű gyermek súlyos nehézségekkel küzd, állapította meg a romániai Caritas tanulmánya. Csütörtökön még folytatódik a nyárias meleg idő.
Péntekre viszont erős széllel érkezik meg a hideg front, mely csapadékot is hozhat. Csütörtök még marad a meleg, nyárias idő. A hőmérséklet az éjszakai 15 fokról kora délutánra 31 fokig emelkedik. Pénteken már megérkezik a hideg front, jelentős lehűlésre készülhetünk. A hőmérséklet 14 és 24 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Fejlődhet a turizmus. Gyula is szerepel az ország 11 turisztikai régiója között. Fokozódik a bizonytalanság. Célzott segítséget várnak a kis- és középvállalkozók. Két új beteg Békésben. A megyei fertőzöttek csaknem egyharmada Tóth Komlósi. Az őszi évadra készülnek. Október 1-én kezdődik a Várszínház kamaratermi szezonja. Sport és esélyegyenlőség. Az elfogadás jegyében rendezett programot a megyei SM Egyesület. A Gyula TV híradóját látták. Most a három téma következik Elek Tiborral. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon, a YouTube-on és a gyulatelevizio.hu oldalon is. További jó tévézést kívánunk, köszönjük figyelmüket!